A székely himnusz sokan nem tudják egyébként, hogy Szegeden vetették papírra, és elnök úr is egyébként Szegeden diplomázott, és azt is megtudhattuk az előadás során, hogy hogyan született meg önben a székely himnusz. Erről esetleg néhány mondatot szabad-e? Nem tanították az iskolában, nem voltak cselekészek körülöttem, meg cselekészek, egyházi közösségben se hallottam. Olvasmány élmények alapján pedig az ember átfut esetleg, de igazán, amikor megfogott, az 1969 az Országos Széchenyi Könyvtár kis nyomtatványtárában Szélyezső egy merített papíron, képes lapon mutatta, kapta valahol Nyugat-Európából tengeren túl, és akkor a gondolat is megfogott, hogy hogyan kell terjeszteni, vagy esetleg képes lapon, mert minden indigós gépírást lenyomoztak, hogyha netán úgy próbáltuk terjeszteni. Stencélet nagyon ritka, amikor lehetőségünk volt rá, kézírással próbálkoztunk. Én leírtam a gyerekekkel például tábláradát, mondjuk be volt zárva az osztályterem ajtaja. De ez csepp volt a tengerben. És bennem aztán úgy teljesedett ki, hogy a Gálfalvi Gyurkáékkal, színpados sokkal, Istenszékén éjszaka énekelte, és akkor megtanított bennünket, de akkor már bennem volt az az ellenérzés, hogy nehogy elveszni Erdélyt Istenünk, vagy nem csak Erdélyt. Oda kell értenünk, nehogy elveszni Felvidéket, nehogy elveszni Délvidéket, nehogy elveszni Kárpátalját, nehogy elveszni Somogyországot, vagy éppen Szabolcs-Szatmárt. Tehát, hogy ez bennem így teljesedett ki a székely himnusz, egy általános szintre, minőségi szintre emelkedett a gondolat, és teljesen természetesnek tartom, hogyha az emberek teremtették meg igazán a székely himnusznak a kultuszát, és egyre többen látom, hogy nem csak mormolnak, hanem énekelnek is. Óriási reneszánszát éli egyébként a székely himnusz, már ugye a sport rendezvények előtt is külön éneklik. Elnök úr említette, ember és ember, közösség és közösség között hatalmas szinergia a kultúra. Szerényen mondja elnök úr, de azért mi tudjuk, hogy nagyon sokat tett annak idején is a kultúráért, és várathatatlanul most is több projekta van elnök úrnál. Erről esetleg néhány szót. Tudom, hogy lehetne 3 hétig mondani, csak néhány kiemelt főtt kulturális esemény. Reggel jöttem idefele, Teleki Pál egész alakos szobra mellett, amit avattunk 2 éve. És hát ez is az egyik feladatom, hogy legyen Budapesten is szobra, és nem csak szobra, nem csak kőbe, bronzba merev arca, hanem kultusza legyen. És egy telekintézetet próbálunk életre segíteni, hogy sikerült a rendszerváltás történetét kutató intézetet, ahogy a Nemzeti Művelődési Intézet ott van lakiteleken az egész Kárpát-medencére hatással, hogy a Kincsem Nemzeti Lovas Program, és hát a Hungarikumok ügye, amelyik a világ legcsodálatosabb területe. A végén egy személyes kérdés, hogy bírja elnök úr energiával? Van-e titok, mert nagyon mind kultúra, mind közéleten, szabad így fogalmazom, toppon van elnök úr, van-e valami titok a olvasó nézőknek? Én kérdezték, hogy mikor megyek szabadságra. 91. júniusa óta szabadságon vagyok. Remélem, jövök. Nagyon szépen köszönöm.